Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt konferencia résztvevők! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy meghívtak erre a rendhagyó online konferenciára, amelyet a koronavírus járvány miatt így kellett megszerveznünk, hogy a hozzászólásainkat interneten juttatjuk el Önökhöz, illetve a konferenciát szervező Göncz Árpád alapítványhoz. Az a hely, ahol állok, 20 évvel ezelőtt történelmi események helyszíne volt. 20 évvel ezelőtt a közép-európai államfők találkozójának egyik aktusaként itt Veszprémben, az elnökök ligetében facsemetéket ültettek a köztársasági elnökök, az akkor hivatalban lévő köztársasági elnökök, és én most éppen két olyan fa között állok, amelyek közül az egyiket Göncz Árpád magyar köztársasági elnök és Emil Constantinescu román köztársasági elnök ültetett. Ilyen értelemben tehát azt is mondhatjuk, hogy sokszoros szimbólum az, ami körülvesz engem itt most, hiszen a román-magyar kapcsolatok, illetve Veszprém, mint 2000-ben Európa és Közép-Európa fővárosa egyik jelentős helyszíne, hiszen ez adja most itt a konferencián apropóját is. Tulajdonképpen ez a 20 évvel ezelőtti esemény mind a mai napig kihatással van a város történelmére, hiszen az, hogy aztán közel 20 évvel később a ma Veszprémet irányítók és a Veszprém közéletért felelős személyisége közmegegyezésnek örvendve úgy döntöttek, hogy megpályázzák Európa kulturális fővárosát. És ez a pályázat sikeres is tudott lenni, és így 2023-ban Veszprém és a Balaton régió Európa kulturális fővárosa lehet, amit valahol itt gyökerezik, hiszen ez a sikertörténet itt kezdődött, amikor Veszprém egy kicsit megízlelhette azt, hogy milyen is, amikor történelmi események helyszíne, amikor Közép-Európa egyik központjává tud válni. Veszprémnek nem eseménytelen a történelme, az a több mint 1000 éves történelem, amely az itt lakók hozzájárulásával, sokszor szenvedéseivel, de sokszor örömeivel Magyarország és Európa történelmét is alakította, egy jelentős hozzájárulás ennek a kontinensnek a kultúrtörténetéhez és politika történetéhez is. Ez adja nekünk azt a bázist, ami alapján tervezzük a jövőt, 2023-at, amikor Veszprém Európa kulturális fővárosa lesz. A célunk az, hogy mindaz, ami a múltban előnyként, értékként és energiaként jelent meg, azt át tudjuk fordítani a jövő számára, hasznosítva a tapasztalatainkat, a megtanultakat, és tudva alakítani a jövőt úgy, hogy Veszprém a lehetőségek szerint a jövőben emelkedő pályára álljon, és emelkedő pályán is maradjon. Ami a célunk Európa kulturális fővárosával, 2023-mal, de 2023 után is, hogy pontosan ebből az örökségből merítve Veszprémet és térségét ne csak Európa kulturális fővárosává tegyük egy évre, hanem Európa egyik meghatározó kulturális és kreatív ipari régiójává is hosszabb távon. Ennek érdekében készítettük el a pályázati anyagot, ennek érdekében szervezzük most a programokat, illetve ennek érdekében gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne a térség szereplőit úgy együttműködésre bírni, hogy az a jövőre vonatkozóan is meghatározó legyen, a jövő gazdaságának az alapja legyen, és az itt élők boldogulását is szolgálja. Mindez azt hiszem maximálisan összhangban van az itt 20 évvel ezelőtt fát ültető köztársasági elnökök közös gondolatával, hiszen akik ide eljöttek azért, hogy egy-egy facsemetével fejezzék ki a jó akaratukat, mindannyian abban hittek, hogy Közép-Európa, mint a jövő Európájának szerves és meghatározó része, a jövőben is meghatározó régiója legyen a kontinensnek. És mi, Veszprém, meghatározó városa akarunk lenni ennek a régiónak, amely így reményeink szerint a kontinens egyik döntő és meghatározó térsége is tud lenni. Azon dolgozunk, hogy a 20 évvel ezelőtti események ne csak egy egyszeri, elszigetelt és talán sokak számára feledésre ítélt esemény legyenek, hanem a jövő egyik olyan energiája, olyan bázisa, amelyből az utánunk következő nemzedéket is erőt tudnak meríteni. Köszönöm szépen a figyelmet!